Sziasztok srácok, itt is lennék egy újabb videóval, és itt van velem egy rég várt vendég. Szia Rekál! Hello, hello! És Sansonnal volt egy hasonló közös videónk, egy food draft ilyen blokkolós challenge. A lényege az egyébként, hogy mind a kettőnknek lesz fejenként 5-5 lehetőségünk arra, hogy megállítsuk az ellenfelünket, amikor éppen választja az adott játékost a draftban, és 3 opciót le tudunk abból stoppolni, és ő azt nem választhatja. Úgyhogy, ha készen állsz, akkor én kezdeném. Mondjál 3 felállást, amit nem választhatok. Jó! Számot. Hát figyelj, a felső 3-at nem. Az jó, akkor azokat úgy 5-2-2-1 biztos, hogy nem, 3-4-3 biztos, hogy nem, és 4-2-2 biztos, hogy nem. Úgyhogy 4-3-2-1 lesz a felállás. Köszi Rekál, ezt most eltaláltad. Stoppolsz, hogy mehetek tovább? Hát a csapatkapitánynál stoppolok. Igen. Mindenféleképpen. Hát... 3-4-5. Egy híró Messi, szevasz, úgyhogy egy Benzema lesz a csapatkapitány. Pedig azt akartam, hogy mindegy. Right wing. Hát egy Lyon vagy egy Joaquin. Akkor inkább Lyon. Inkább Joaquin, bocsánat. Left wing, igen. A left winget stoppolom. Igen. 1-3-5. Az jó, mert tiszta színvonal az összes. Fasz. És van egyébként egy Sisto, aki most, akkor az még egy silver volt, de most már ugye gold, de mindegy. Ez nekünk tökéletes. Egyik CM. A harmadik CM-et fogom csak stoppolni. Szóval annál vagy. Akkor ezt már ki is választok egy Benyátot. Ez nem olyan jó. A második CM, hát ez szenzációsan fasza. Egy jó Fletcher. De Fletcher. És érkezik, akkor jó van. Itt a harmadik opció. Oké. 1-2-4. 1-2-4, jó, akkor tudok választani egy Kovácsicsot. Jó, mondjuk elment egy Paulinho meg egy Koke, de egy Kovácsics az tökéletes. De nem olyan jó amúgy a keret, mert nem olyan erős. Majd jön a kispad. Számít az is, nem a chemistry is számít. Aha, az össz fog össze, számolni amúgy. Oké. Na jó, left back. Stopolsz, vagy így már mehetek? Azt nem. Jó, akkor a második CB-t fogom. Jó, akkor egy CB-t most választok ki. Ami... Hát én beszarok. Hogy lehet ilyen fost kapni? Na mindegy, legalább van egy bai. Azzal a Fletcher csávóval majd fog linkelni. Másik CB. Na mondd, hogy ki legyen. 2-3-4. Egyetlen egy játékos linkelt volna, az egy Alcala lett volna, és azt pont kiválasztottad. Csodálatos. Úgyhogy 1-2-3-5. Várj, hányat stoppoltam eddig? Kapitányt, a right winget, a CM-et, CB-t, még egyen van. Aha. Hát azt valahol majd az előbb el a padon, nem tudom. Mindegy, Barzai. Teljesen mindegy, jó, right back. Akkor ezek szerint azt mehet. Az mehet. A kapust is nyugodtan. Hát akkor lesz egy ide... Ez így még jó is lehet, egy 88-as Azpilicueta, vagy egy 92-es Walker legyen. Inkább legyen Aspi, mert még lehet, hogy összejöhet ott egy spanyol link. Kapus... Hát... Egy trappot. Választunk le, mindegy egyébként, választottam volna mást is. Amit stoppolni fogok majd a padról, az jobb oldalról visszamenőleg a harmadik pozíció. Jó. Akkor választok itt most egy Casillas-t kapus. Akkor megyek oda. Szóval jó, a oda. Jobbról a harmadik a kis padon. Így, igen, igen. Jó, igen. Akkor oda is mentem. Igen. Nem tudom, 1-4-5. Szeretlek Rekál. Enzonzi, Tolisso és Herrera. Egy spanyol, egy francia meg egy... jó mindegy. Kilőttem a jogot, easy. Jön egy Robben. Jó az, majd ott cserébe legalább fölviszi a ratinget. Tehát ez nagyon fos draft eddig. Viszont jött egy 88-as Lukaku és egy 94-es Neymar. Ez a baj, egyik se linkel, mindegy, legyen Neymar.
legalább fönn nem tolja a ratinget. Money! Fú, ha most... hihetetlen egyébként, lehet, hogy izét kellett volna választani Lukakut. Na mindegy. Szarul fog összejönni. Mi? Mindegy, választottam egy... Sok ligád lesz szerintem pont. Nem, megoldjuk. Ó! Hallod? Tudod kit adott a gép? Egy 98-as Pelét. 95-ös Suarez és 90-as Littmanen. Mi legyen? Jó lesz Pelé. Jó, wow. Elhozzuk Pelét. Középpályára tökéletes. Jó lesz. Azt a kurva. 85-ös Morata. Amrabat. Na jó van ez, nagyon jó így. Dobott egy ilyen jót, aztán itt füst a többi. Ó, 88-as Alba. Jordi Alba oda. Nagyon jó. Tartalékok közül... Az a baj, hogy kellene két védő. És egy kapus. Payet. Nagyon jó. Szeretek Payet visszanézni. Legalább védőt kaptam. Ó, 87-es Rakitic. Nagyon jó. Hát sok rating nem lesz. Mondjuk de... Ó, 92-es Uha. Hát itt most az a durva, hogy kaptam egy 92-es Walker, de hiába választom őt, mert nem fogom tudni használni. Úgyhogy jön egy Bartra. És ott még akkor így Link is lesz. Nagyon jó. Még egy spanyol védőt, léci. Aleix Vidal. Legalább spanyol. Legalább megvan a százas chemistry. Ennyiben jó volt amúgy. Na. Minden ganét ide felrakni a padra, aztán hátha kisebbet fogsz összerakni. Na jó van, akkor belekezdhetsz, ha gondolod. Itt a felállás, én már itt vagyok. Na jó, akkor a felállások közül a másodikat, a negyediket és az ötödiket nem választhatod. Beletaláltam? Hát mondjuk. Hát 4-2-3-1 Wide-ot fogok akkor használni. Mm-hmm. Oké. Okay. Kapitány. Mi legyen? Aha, persze. Hát ez egy stoppusz? Aha, stoppulok. Okay. Akkor itt legyen az 1-es, a 3-as és az 5-ös. Mondjam, vagy ne? Mondjad, persze. Van ott a Mkhitaryant, a Lukakut és a Cuadrádót, mindegyik sima kártya, és benne hagytad az Estéronit. Ááá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 
Hát nézek egy camot. Camkártya következik. Toljad itt tovább. Oké. Kivettem egy... Ki ez? Franco Vázquez. Oké, RM pozíció. Azt akkor stoppolom. Azt stoppolod, oké. Legyen egy második, harmadik és ötödik. Kilőtted a B-t, geci, ami pont kéne, tudod. Az az RMB. Aha. Azt hiszem. De... Hát van egy Dembélé, de hát annak a B-nek jobban örültem volna. Oké, okay, LM pozíció. Mehet. Ez mehet, Vitolo, oké. Okay. Két CD-en van. Jön az egyik. Majd a másodikat fogom, úgyhogy tolhatod. Oké, okay, Casemiro, akkor nézzük a másodikat. Ott legyen az 1, 2, 4. Jó, kilőtted az Enzonzit. Az jó. Ami a legjobb lehetőségem lett volna. Oké, okay, LB. Stop. Igen. Legyen a 2, 3, 5. Hát, teljesen mindegy, mert mindegyik egy fos. Ja, akkor jó. Na várj, hány stopon Dennis... volt eddig? Gyorsan számoljuk össze. Volt egy csapatkapitány, volt egy stopot RM. A CK-t, a BL-t, meg az egyik CD-emet. Meg most a lábbeket. Meg most ezt az LB-t, akkor még egy. Egy van. Jó, akkor nyomjad tovább. Majd szólj, amikor a kispadra érsz. Jó, hát akkor a kezdőt akarsz csináljam végig. Most már. Oké.
Okay. Hát... De gyenge. Hát, szerintem ez elég valószínű, hogy ezt te fogod nyerni. Így ahogy nézem a csapatomat. Jó, a padon vagyok. Hol szeretnél állítani? Majd a padnak a jobb szélső szélén. Tehát, hogy amilyen jönne a mi az? Tartalék? Aha. Azt. Akkor én megyek a legelejére. Jó, tovább egy voltam. Remélem Silvert fogok stoppolni. Tehát remélem, amikor oda fogsz nyomni, akkor tudja, hogy Silver fog kijönni. Hát, ezek a lapok ezek. Két lap. Nagyon jó. Hát annyira olyan nem baszó. A védelem elég gyatra. Oké, itt vagyok a cserepad utolsó emberénél. Nagyszerű. Akkor legyen az 1-es, a 3-as és a 4-es. Oké, kilőtted a 91-es Dybalát. Legalább rétinget nem tudsz fölfele tolni. Ami a legjobb lap. 1-3-4, ugye azt mondtad? 1-3-4. Oké, akkor Pedro. Hát ja, a ratingbe kicsit oda lőttél, ahova kell. Hát... Nem is leszek 190-en, te hülye. Vagy mi? Vizés, nem lesz maxos ez a szar. Ja. Az úgy szomorú. Hát. Az úgy nagyon-nagyon szomorú lesz, hogyha ez tényleg így lesz. Valószínűleg én is, hogy az elején tudtam volna választani Messit, akkor lehet, hogy nem így lett volna a csapat. Na de hát ez van. Hogy verjelek? Ááá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 
ezt majd, amikor játszasz vele. Az összes rideback. Hát jönne egy jó rideback. Nem, egy CB-k. Egy jó rideback, jó lenne. CB kéne, és akkor meglennék, de... Nem esik. És még egy rideback elosztandó, ez az. Ez az, yes. Tehát... Az a bizonyos össz cucc az úgy kezdődik, hogy 100, így kezdődik. Igen, hát gondoltam, hogy nem 90. A második számjegy az a 8-as, tehát 180 valahányas lesz ez a bizonyos draft keret. Eddig úgy érzem ugyanaz, mind a kettőnél. De legalábbis remélem, hogy nem 190-et tótá. És az utolsó számjegy az nem más, mint a 7-es. Na. Az én első számom az meglepően egy 1-es. A második szám az egy 8-as. És a harmadik szám az egy 6-os. Úgyhogy köszönjük itt a 74-es. Boom! 74-es left wing Sisztónak, hogy levitte a ratinget, hogy rohadjon meg. Srácok, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Pontosan. És ha tetszett ez a videó, és szeretnétek még hasonlót látni a csatornán, akkor dobjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok is fel. Rekál elérhetőség, illetve csatornái. Ott lesz a Twitch csatorna is. Nézzetek be a leírásba, és hát válogassatok kedvetekre. Nézzetek be mindenhova. Találkozunk legközelebb. Szevasztok! Szevasztok!